Most nem emlékszem, milyen címet adtam a harmadiknak. Sziasztok, Matilda vagyok, és hát a mai videóban egy kicsit megint így, nem tudom, írásról lesz szó, vagy amit írogatok, arról lesz szó. Szóval nem tudom, emlékeztek-e, vagy találkoztatok-e már, de a csatornán így hébe-hóba bele lehet botlani, van egy-két írós videóm per olyan videóm, amiben a olyan könyvekről beszélek, amiket én így írogattam. És tavaly kb. Így tavasszal valamikor, csak onnantól, hogy ilyen bazi rövid hajam volt már, mint ehhez képest, elkezdtem kirakni Wattpadra a Mély titkai című könyvet, amit írtam, ami a Varázskövek című sorozatnak lenne az első része. És igazából azért kezdtem el kirakni Wattpadra, mert ugye megírtam, de a Futótűzet ugye kiadtuk magánkiadásba, de ezeket már nem szeretnénk úgy külön kiadogatni így igazából, és úgy voltam vele, hogy hát megvan ugye a választás, hogy hát vagy ott foglalja a helyet a gépen, csak úgy magában, amúgy nem foglal sok helyet, de mindegy, értitek, vagy kirakom valahova, ahol így el is lehet olvasni, és akkor legalább el lehet olvasni, úgyhogy innen jött a Wattpad. És azóta úgy február, március, valamikor évelején kiment az utolsó fejezet is a Mély titkaiból. Tehát most már az egész sztorit el lehet olvasni a jelenlegi állapotában, ahogy van. Kirakosgatás közben még azért voltak benne dolgok, amikben belenyúltam, meg változtattam, meg nem tudom. Meg itt próbáltam javítgatni, amennyire csak tudtam. De a lényeg, hogy ha valaki azt szeretné végigolvasni azt a sztorit, akkor azt Wattpadon meg tudja tenni, majd lent lesz a story linkje a leírásban. És mivel alapesetben úgy vagyok, hogy meg volt írva az első rész, a Mély titkai, meg van írva a második rész, a Lángok ébredése, és elkezdtem már írni a harmadik részt, a... most nem emlékszem, milyen címet adtam a harmadiknak, na mindegy, a harmadik részhez nagyon régóta nem nyúltam, és elkezdtem egyszer írni, eljutottam egy pontig benne, és utána így nem tudom, volt, hogy ilyen hónapokig, fél évekig nem nyúltam hozzá, aztán írtam egy-két fejezetet, aztán megint nem is. Ez azt jelenti, hogy így elfelejtettem, hogy körülbelül mi van a könyv elejében, vagy pontosan mi az, amiről már volt benne szó, mi az, amit már írtam bele, mi az, amit nem. Úgyhogy most arra volt jó az a Wattpados kirakosgatás, hogy egyrészt végigolvasom újra az első két részt, ami már meg van írva elejétől végig. Úgyhogy most végigolvasom az elsőt, most folyamatban van a második, és igazából azért csinálom ezt a videót, hogy egyrészt szólok, hogy igen, most már olvasható a teljes első rész, másrészt elkezdtem közé tenni a második részt is. Már azt hiszem 10 fejezetet kiraktam, mire ez a videó felvételre kerül, úgyhogy ugyanaz alapján, a rendszer alapján nagyjából pakolgatom ki a fejezeteket, mint az előzőnél, tehát ilyen heti 3-at, mert nagyon változó, hogy egy-két oldalas egy fejezet, vagy 10 oldalas, és akkor így a heti 3-ban egyeztem ki magammal, néha elfelejtem, úgyhogy ez előfordul. Úgyhogy igazából az úgy néz ki, hogy ugye elolvasok egy fejezetet, feltöltöm Wattpadra, és ilyen piszkozatként, és aztán kirakom, amikor a kirakós napom van. És akkor így ugye én is átnézem a sztorit, és így gyűjtöm az erőt arra, hogy végre vissza tudjak térni a harmadik rész írásához, mert szeretném írni, csak tényleg most azon a ponton vagyok, hogy annyira nem tudom már mit írtam konkrét, már mint a fejemben van 8 verzió egy-egy jelenetről, tehát nem tudom végül melyik lett az, amit leírtam, úgyhogy ezt vissza kell olvasnom. Úgyhogy igazából az a terv, hogy akkor most folyamatosan kerülnek ki a második résznek a fejezetei, illetve aztán majd elérünk egy ponton a harmadikhoz, vagy elérek egy ponton a harmadikhoz, és akkor végre vissza tudok ülni írni azt is. Úgyhogy majd tehát így az első két kötet úgymond, nincs nagyon hátráltatója, hogy miért ne kerülhetne ki. A harmadiknál már majd ott lesz az, hogy nem leszek előre dolgozva, és írni kell majd, úgyhogy az majd még nem tudom, hogy lesz. Először jussunk végig a második könyvön is, hogy azt is kirakjam Wattpadra, és akkor legalább olvasható lesz, és haladhatunk tovább. Egyébként a negyedik részt szeretném a legjobban írni, mert abban vannak olyan jelenetek, amik már annyiszor, de mindegy, úgyhogy kéne írnom, meg szeretném írni, csak amikor több idő eltelik két fejezet meg írása között, hajlamos vagyok háromszor leírni ugyanazt, és ezt el akarom kerülni, ha lehet. Úgyhogy ezért most várom, hogy végigolvassam a második részt is, és akkor visszatérek a harmadikra, meg végigolvasom a harmadikból is, ami megvan, mert kb. Így nem tudom, a harmadát már megírtam, szóval
csak haladni kéne. Úgyhogy igazából ennyi lenne ez a mai videó, hogy így a mély titkai, mert tudom, hogy vannak, akiket érdekel maga a történet, úgyhogy így ilyen emlékeztető, hogy amúgy lehet olvasni, meg most már tényleg az első részt végig lehet olvasni, meg el lehet kezdeni a harmadik, vagy a másodikat, és igazából az első meg a második rész között, tehát az első vége meg a második között, ilyen eleje között ilyen pár nap telik el, szóval így folytatani is egy lehet egyből, úgyhogy így ennyi, szóval igyekszem azt is csinálni, igazából időn felül ráérnék, ennyi, igen. Szóval, ha valakit esetleg érdekelne a sztori, akkor ott el lehet olvasni, és mindkét részben linkelem szépen ide lentre. Ha így bővebben valakit érdekel, hogy mi a sztori, azt most nem mondom el újra, viszont van róla egy csomó videóm, csináltam róla 3 videót, azt hiszem, és a sztoriról beszélek, azt is majd ide valahova belinkelem, van hozzá egy egész lejátszási listám, úgyhogy meg lehet találni a csatornán, hogyha valakit bővebben érdekelne a dolog. Úgyhogy igazából csak ennyit szerettem volna mondani ebben a mai videóban, szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és remélem találkozunk Wattpadon, ha valaki oda tévedne.